Föl tud elvinni, és itt jön a másik csapatszállító repülőgépünk, a Dassault Falcon 7X. Az előző közepes kis távolságú, ezt a Airbus garantálja, illetve 100 méter magasan a vízfelszín fölött a Zlin 242L és 143LSI típusokkal gyémánt alakzatba próbálják lekövetni a Duna ívét, és ha halljuk ezt a motor gázadást, levételt, mi így megveszünk, hogy fűrészelnek a pilóták, bizony nagyon nehéz tartani a pozíciót ilyen zárt kötelékbe. Ilyet a vezér, hogy ő majd fogja tovább vezetni a köteléket. Tehát a kötelék mindig ehhez a vezér repülőhöz igazodik. Így van, úgy igazodik, mint a H145M Airbus, a egyik legújabban hadrendben állított könnyű szállító helikopter csapatunk. Gyönyörű égkötelékben hajtják végre a feladatot, és különlegesség, hogy már az Lin kötelékben is hölgyek is részt vesznek pilótaként. Itt is a helikopter vezér Ben egy hadnagy úrhölgy, Botnár Zsuzsanna hadnagy úrhölgy foglalt helyet és vezette, navigálta a köteléket. És most egy kicsit a történelmet is előveszünk. Hát mögöttem az utódom, előtte a Mi-17T közepes szállító helikopter és a legújabb hadrendben állító H145 az Airbus-tól, H225M típusú közepes szállító helikopter, őt majd még a nap folyamán látjuk, és többet is beszélünk róla. És a történelmet, illetve a súlyt is emelve, majd 11 ezer kilogrammal a Mi-24P harci helikopterek ég alakzatban, méltóság teljesen 100 méteres magasságban, 200 km per óra, műszer szerinti sebesség. Egy, és Isten éltesse Magyarország, Flair! Hihetetlen látványos pillanatok tehát a Duna fölött. Aminek egyébként nem csak a lából nevezetű fizikális kapcsolat a vezérlés és a botkormány gázkar pedálok között, de jól mondott, hogy ez már a számítógép mindenféle paramétert figyelve. És most a kivetítőkön, hogyha és a tévéképernyőn látják, meg tudjuk számolni a lapátok számát, hát főforgószárnyon 4 lapát van, és most lehetett látni, hogy a farok részen nem hagyományos farok légcsavar van 2-3 több lapáttal, hanem ez úgynevezett fenestron, ez egy nagyon speciális, több lapátból szinte olyan, mint egy hajtómű kompresszor forgó rész, be van a farokrész síkjába építve, és ez szolgáltatja a forgószány általi nyomaték kiegyenlítést. És akkor ennek köszönhetően először nyilvánosan bemutatva érkezik meg a H225M típusú helikopter. Ez egy közepes szállító helikopter, 5 forgószánylapátos főrotorral, 4 forgószánylapátos faroklégcsavarral, itt kint látható a faroklégcsavar vezérsíkkal és a legújabb magyar honvédség lajstromában lévő gép a fedélzetén vegyes személyzettel, ugyanis még mentor segítségével az Airbus szakemberek tanítják, oktatják a kollégáikat. A bal ülésbe ül Cyril Laurent oktató, tesztpilóta, aki a francia seregben, a francia különleges erőknél szolgál. És azért most már látszik, hogy a sokkal nagyobb forgószág átmérővel, 16,2 méterrel több levegőt maga alá dobni, és gyönyörűen látszik
hogy fodrozza a Duna vizét. És szerintem esetben... pillanatokon belül az arcukban fogják érezni egy kicsit, így van, mint egy ilyen párakaput a pontosan rakparton álló. Így szoktuk mondani, hogy párakapu, hát ez fordulszány párakapu, ez egy különleges dolog. És a jobb ülésben Olá Gábor Őrvagy úr áll három tollú faroklépcsavarral, és itt most már az építési módról is tudunk beszélni, ugyanis úgynevezett tandem ülés elrendezésben vannak. Mit jelent ez? Elől-hátul van a fülke, méghozzá nem csak elől-hátul, hanem még magasságban is látható, hogy a hátsó meg van emelve. Ő a pilóta, ő vezeti a gépet. Előről is lehet vezérelni, vezetni a gépet, de az első pilóta fülkében helyet foglalónak a feladata az a fegyverzet kezelése, illetve a felderítés, navigálás. Egyébként a Schuster Attila alezredes úr a repülésbiztonságtól vezeti a gépet, elől Kis Gergely őrnagy úr foglal helyet, aki a harci helikopter zászlói parancsnok helyettese. Hát most nézzük meg a repbiztonságot, hogy forgatja meg a nevezett orrombalástól a gépet. Ilyenkor a gép orra egy helybe mutat, és ebből átváltunk egy farok palásba, egy hátrafele tolatásba, úgy, hogy a képernyőkön, otthon is, illetve itt a kivetítőkön meg tudjuk számolni a lapátot, tökéletesen mutatva a technikával. Ezt is úgy mutatjuk, hogy 125M típus, Mi-17T, közepes szállító helikopter, és bezárkózott az előbb látható Mi-24-es harci helikopter. Jó látni ezeket a helikoptereket egymás mellett is, mert így sokkal inkább van összehasonlítási alap, mint itt, hogy egyik percről a másikra külön-külön láthattuk ezeket, úgyhogy jó, érdemes megfigyelni egymás mellett a múltat, a jelent és egy kicsit a jövőt is. A jövőt egyébként az ember már inkább drónokkal képzeli el, de valószínűleg ezek a helikopterek is folyamatosan munkában lesznek itt a következő években, évtizedekben. Nem tudom, milyen léptéket kell jövő kapcsán elképzelnünk itt. Mi a következő lépés? Az a következő lépés, hogy igen, ezek most álltak, illetve 2 évvel ezelőtt álltak hadrendbe az Airbus helikopterek. A 225-ös az idén, és még érkezik be. Ezek hosszú, bizony hosszú-hosszú évtizedekig szolgálják majd a magyar honvédséget, illetve, hogyha olyan sajnos katasztrófa védelmi feladatokba is részt kell venni, akkor ezek a helikopterek nagy biztonsággal és nagy hatékonysággal tudnak részt venni. És most a repülés vezető irányító kiadta a parancsot, hogy jobbra át és egy teljes 180 fok, hogy a budai oldalúnak is köszöntjük a helikopterekkel. És egymás után egy 180 fokot elfordulnak, nézhetjük ugyanígy a vízpárát gyönyörűen. Maguk alá dobják a forgószárnyak a levegőt, és egy helyben lebegnek, függenek. A másik két az orosz-szovjet típusokkal még kézi erővel nagyon pontosan tartani kell, manuális készséggel. Én úgy gondolom, hogy az Airbusoknál a pilóták most már csak is a robotpilótát használják, egy koordinátát megadnak, lerögzítik. Fehér-zöld nemzeti színnel, és a Magyar Honvédség nevében ezzel szeretnénk megköszönteni Magyarországot. Isten éltessen Magyarországot! Egyébként ilyen köteléket, aki tegnap kilátogatott, ha jól tudom, Mátyás, az atlétikai világbajnokságra, ott is hagyomány. Majdnem azt mondtam, hogy hadrendbe, de szolgálatba állított hosszú törzsű gép, ami egyfolyosós és kategóriájában a legalacsonyabb utas kilométer számot számító üzemanyagfogyasztással bír. Kiengedett szármechanizációval, orrfutó és főfutó művel gyönyörűen áthúz itt előttünk. Hát így az utazó közönség nem sokat látja esetleg a terminálról, de ilyen közel a futópályához, a leszálló pályához nem igazán tudnak. Per órás nagy bedöntésű fordulóval lekövetve a Dunaivét áthúz a Vizer A321 Neo.
gyönyörűen lehetett látni a wingleteket, a szárny végén lévő kis szárnyat. A koronavírus járvány kitört, hát ezzel a géppel nagyon sok mindent vittek. Nézzük meg ezt a csodálatos, hatalmas gépet, hogy átúszik a levegőbe. Itt is lehetett látni, a kapitány úr kiengedett futóművel, szárnymechanizációval áthúzott felettünk a foglal helyet. Ezt a kapitány úrral így beszéltem meg tegnap, hogy itt azért egy éles bedöntésű fordulóval, maximális gázadással, sokkal kisebb és más hajtóművel, úgynevezett turboprof, gázturbinás hajtóművel meghajtott légcsavaros repülőgépről töltő gépe a Cessna 206-os típusú, hidroplán repülőgép. De láthatják, hogy a hidroplán jellegzetességéből ezek a úszó talpak elején ott van egy nem behúzható kerék, vagy kettő is az egyik másik oldalán, ugyanis ez le tud szállni nem csak vízre, hanem szárazföldre is, ha elfogy ne talán a víz alatta. Szóval ez egy kettős leszállító rendszerrel, ahogy így szab. Ön vagyunk a Budai Várhegyen, ez a Kapisztrán téren, a Kapisztrán téri Magdolnatoron. És itt a kilátás.
ellen lehet tőlük is fogásokat ellesni, és nem is olyan sokára, 6 óra magasságában érkezik ide hozzánk a katonazenekar, akik egy jó kis koncerttel búcsúztatják a HR-nek, vagyis a Magyar Honvédségnek ezt a mai augusztus 20-ai napját. Azt mondja, a Szentendrei helyőrségi zenekar érkezik 18 óra. Ez a Kapisztrán téri, amit van a torony. Az oszmán birodalom hatalmas fölénye 70 ezer fővel 1456. július 4-én kezdte el ostromolni a várat, amelyet mindössze 7000 katona védett Szilágyi Mihály vezetésével. Hozzájuk csatlakozott még Hunyadi János 12 ezer fősserege, miután sikerült átjutniuk az ellenség Dunai blokkádján. Ez a hajózár 200 kezdte az ágyot. A hibásan készült fegyvereknél előfordulhatott, hogy elsütés után felrobbantak. Bright! Kanon, fire! Come raus, nehmen! Végül a vár nép, illetve az asszony. Az oszmán birodalom tortyázásai során előfordult, hogy az vár előtt lévő falvakból az emberek az erődbe menekültek. Az itt lévő nők segítettek a katonáknak, például ételt, italt szállítottak nekik, a sebesülteket gondozták, sőt, előfordult, hogy a csatában is részt vettek, például a fegyverek töltésében. Ha látjuk itten, ahogy töltik a fegyvereket, ezeket elől kellett megtölteni, lőport és golyót tettek be, majd hátulról megnyitották őket. Right! Büchsen, fire! Noch ein! Gut gemacht! A vakfal magasan helyezkedett el, de vékony volt. A várvédőknek pontosan azzal volt a legnagyobb bajuk, hogy a törökök a legmodernebb tüzérséggel rendelkeztek. Tudták jól, hogy néhány napon belül el fog esni a vár. A szultán július 22-én már bízott a sikerbe, hogy elfoglalják a várat. Azt mondta... Micsoda? Mi történt? Kapisztrán át kell. Hol van? Giovanni de Capistrano, azaz Kapisztrán János, itáliai Ferences szerzetes, hitszónok és vándorprédikátor. Inkvizitorként megfordult lengyel, német és cseh földön, hogy eretnek csoportokat számoljon. A pápa megbízásából kereszteseket toborzott, hogy visszaszorítsák az oszmán birodalmat. Szavainak hála több tízezren csatlakoztak hozzá. Na de nézzük meg, mi is történt a várfalakon kívül. Előtt papát keltek a kettesekkel. Hihetetlen! Kapisztrán emberei néhányan átkeltek a szálba forulják. Kapisztrán csónakba száll, hogy visszatartsa őket, de a serege megindul, mindannyian átkelnek a folyón, így nincs mit tenni, egymásnak fognak menni a törökkel. Hunyadi jól látja a várból, hogy a törökök mozognak, így az ágyukat végtelenül hagyják. Ekkor veti fel az ötletet a többi úrnak. Meg kell szerezzük a törökök ágyúit, és ellenük kell fordítani. A belpusztunk, uram. Nincs más választás. Eléggé kockázatos volt a helyzet. Ugyanis a várban lévő katonáknak a nagy része már fáradt volt, illetve sebzett. Önök mit tettek volna? Kivonultak volna a várból? Nem hallom. Figyeljék csak, a katonák is viteznek, többen vitába szállnak, amúgy Hunyadival. Nagy uram, az emberek kimerültek. Sok a sebesült és rengeteg a harcképtelen. Azt, hogy a minap a várat megvédtük, egy isteni csoda volt. Ha kirohanunk ma, mind a kapuk előtt pusztulunk biztosan. Ekkor. Silencio! A feszültség egyre nagyobb volt. Tudták jó, hogy néhány napon belül a törökök bejutnak a várat. De azt mondták, minden nap számít. Kapisztán emberei kimerültek a harcba. Látszott, hogy tángon a harci kedv. Ekkor Hunyadi döntött. Ha most nem tudunk ki, elvész Kapisztrán, elvész a sereg, s vele a vár is. Készüljetek, Isten nevébe kitölünk! Kanon, fire! Fire! Kanone!
kitörés sikerrel jár. A török ágyukat megszerezve ellenük irányították őket, így a törökök két tűz közé estek. A pánikban és zűrzavarban maga a szultán is megsérült, aki testőre érítette ki a csatát. Ha akkor nem törnek ki, talán Mátyásból nem lesz király, nem hódít a humanizmus, nem jön el a reneszánsz, és Magyarország kimarad az európai fejlődés. A Nándorfehérvári diadal első évfordulóján harmadik Kalixtusz pápa elrendelte, hogy ez a nap az Úr színe változásának napja, amely az egész keresztény világnak ünnep. Sajnos Hunyadi nem ülhetett sokáig győzelmének, Kapisztán Jánossal együtt áldozatul estek, táborban kitörődött is jár. Halálát még ellenségei is gyászolták. Amikor Mahomet császár fülébe jutott Hunyadi halálának híre, lehajtotta a fejét, hogy elmondott. Végül megszólalt. Ellenségem volt, mégis sajnálom halálát, mert Hunyadinak nem volt párja a fejedelmek között. Köszönjük szépen a Mate Express hagyományőrző történelmi egyesületnek, ezt a csodálatos és részletgazdag bemutatót, jubileumi évük van, nagyszerűen szeretnék kérni neki. Hitler, Feuer! Éljen Hunyadi, ágyúval tisztelek! Köszönjük szépen még egyszer! Megsüketőítő? Yes! Ellenes út, Brüsszelben az alányosan jelentkezik. A helyekben a csatjában, a helyekben, a helyekben, a helyekben, a helyekben, a helyekben, a Ezen a súg, korányosan kérdésük egy amarokat. Nagyon szorítják. A helyen tartsak el kusításokai, a helyen nyugatulányban, mindenkinek elvégelhetek. Amelyek utolsó hullámat alkották meg, a magyar tavarok. Végetettem. Korányosan kérdésük. Köszönöm. A helyen parancsosság eredett a kitörés. Nyugati irányban kell végrehajtanunk négy lépcsőben. Utolsó lépcsőt alkotjuk mi, a magyar alakulatot. De nyugati irányban. Ha nyugatra indulunk, a magasatra, hogy mind a lépjük el fog nekünket. Mind egy szállyodra esznénk. Ezt nem érthetem. Dusa László századosodás súlyos öntésájtokat alá vár. Ugyanis a tervek szerint a két csapatnak a másnap ajánlani órát így négy lépcsőben kellett volna kivonulni a városból, melynek első három órában a német, utóbbi egy évben a magyar csapatnak kell. Tuska tisztában volt a helyzet súlyosságában, és tudta, hogy a nyugati irányba kiadott parancsot emberei élete árán sem tudja végrehajtani. Döntöttem. Déli ágyban törjük ki. Pakoljanak. János, így és egyre. Parancs! Vaj, parancsokat hozzám! Hofjali, szereljenek fel állászat. Hamarosan kitörjük, mint ahogy kezdtek a szézzék. Megértették? Nincs kérdés. Végeztem. Parancsot végrehajtani. Köszönöm.
kívánjai kezdéseinkből. Sok beszélgetni valamit nincs, mert az oroszok 800 méterre vannak. Ezért a leeső két kicsit személyesen helyezett tüzelőállásba a vasúti törvés oldalán egy leégett teher van a tetején. A kezelő idegessége miatt magam kezdem lőni az ellenséget. A vasúton a mellett vidész Békási Szabolcsorok százados, a 30. gyalogezred vezető orvosa jobb kezén és jobb lábfejére kezdve a rokkos sebesség. Kizmáját és készeit elütötte a végét. Thank you.
Mátyás, nem? Na, kivéti ott vagytok, és ha hétvégén valaki talán mutatok. Én beütöttem a kupámat. Okay.
Meg vagy! Nem sikerült elkapni téged.